Hopp, mi történt, konyhai baleset. Kicsit kijöntöttem. Mollika egy picit sárga lett, szegénykém, a ruhája is, a keze is. Az asztal is kicsit sárga lett. Lába, semmi baj, semmi baj. Lábad is sárga lett? Igen. Hú, szegénynek a lába is sárga lett. Sziasztok! Ebben a mai videóban egy különleges édességet fogunk készíteni, ami elég vicces is lesz. Hát már amennyiben jól sikerül. Biztos láttátok ti is a Lecsó című rajzfilmet, amiben van egy nagyon jó pofa mondás, és nagyon okos mondás is, hogy főzni bárki tud, illetve a konyha művésze bárhonnan érkezhet. Hát ugye az említett mesében egy patkány. Nálunk ez annyiban igaz ez a mondás, hogy az inspiráció egy süteményhez bárhonnan érkezhet. Esetünkben az inspiráció a konyhából érkezett. Egész pontosan a mosogató mellől. Ezek ugyanis mosogató szivacsok. Nem ilyen szokott lenni egyébként az átlagos mosogató szivacs, mert ez rózsaszín sárga, most csak ilyet kaptunk sajnos, de az igazi az a sárga zöld. Tudjátok, ahol a puhább rész a sárga, és a dörzsi rész az pedig a zöld. Na most mi ezt a mosogató szivacsot fogjuk megidézni egy sütemény formájában. Olyannyira életűre szeretnénk, hogy még habot is teszünk a tetejére, minthogyha mosogatószer habja lenne, amit tojáshabból fogunk odavarázsolni. Hát nem tudjuk, lehet, hogy nem fog sikerülni, soha. Soha nem próbáltuk még ki. Tudjátok, az az arányszabály, hogy ha valamit bemutatsz közönség előtt, akkor azt előtte gyakorold be. Hát nekünk ez valahogy sose szokott menni, mi mindig itt előttetek próbáljuk ki, úgyhogy simán lehet, hogy ezzel lebőgünk. De az a lényeg, hogy próbálkozni kell. Tehát most elkészül a piskóta, utána a tojáshab, és majd meglátjuk, milyen lesz a végeredmény. Előkészítettük a hozzávalókat. Ez ugyan nem hozzávaló, de ez a sütőforma, amiben sütjük. Ezt képzeljétek, még sose próbáltuk, most először próbáljuk ki. Ez ilyen kihúzhatós, tehát nagyobbra is ki lehetne húzni, de nekünk most ez pont elég. Ez ilyen 19x25-ös, 30-as, valamit, nem tudom, valahogy. Szóval a lényeg az hozzá, hogy nekünk most ilyen téglalap alakú kell, hogy majd a szivacsokat ki tudjuk vágni belőle. Azért béleltem, illetve bugyoláltam be fóliával, ezt már többször elmondtam nektek, hogy nehogy kifolyjon itt a sütőforma aljánál a tészta, mert csúnyán ki tud folyni, és akkor ugye itt kívül lesz egy csomó sült tésztánk, de az nekünk nem kell. Na szóval, nagyon egyszerű lesz, megadjuk a receptet természetesen. Liszt kell hozzá, vaj, cukor, tojás, citrom és citromhéj is kellene, de az most nekünk nincs itthon, úgyhogy ehelyett némi citrom, vanília és citrom aromát fogok beletenni. Ezek festékek, ugye? Ugye a két réteget ki tudjuk alakítani, és persze sütőpor. Ez egy tök egyszerű kevert tészta, amerikai piskótának is hívják. Itt van az én drága kis kuktám, aki segít Hello. Nekem. Drágám, kérlek, először tedd bele a vajat ebbe a keverőtálba, és mellé a cukrot. Mielőtt elkezdenénk használni a vajat, ugye általában a hűtőből vesszük ki, és túl kemény, ezzel a gépünk majd nehezen tud megbirkózni, még a miénk is pici hideg. Azzal tudunk segíteni a dolgon, hogy így felkockázzuk. A legjobb, hogyha a sütés előtt, mit tudom én, egy órával kivesszük a hűtőből, és akkor hagyjuk, hogy a vaj szobahőmérsékletűre visszajöjjön. Ó, de finom illata van, mintha vajatok. Láttátok már ezt a videót, amikor vajat köpültünk? Mindenképp nézzétek meg. Ah. Oké, okay, most mehet rá a cukor. Oké. Okay. Oké, okay, és ez a drága kis gép most elvégzi helyettünk azt a munkát, hogy felhabosítja a cukrot, vagy összekeveri a cukrot a vajjal, és egy kicsit olyan habos lesz. Először lassú fokozatra tegyük, és amikor látjuk, hogy keveredik, akkor lehet egy kicsit emelni a fokozaton, de ha rögtön magasra tesszük, akkor kirepül a tálból a cukor, az tuti. Na most, hogy felhabosodott a vajunk, most hozzátehetjük egyesével a tojásokat keverés közben. Mehet egy kis citrom aroma is, amiről már beszéltünk. Persze lehet másmilyen is, lehet mandulás is, vagy amilyet szeretnétek, ki amit választ. Na most próbáljuk meg egyesével, hát egy kicsit izgulok én is, hogy nehogy egyszerre több, mert úgy keveredik el jobban, hogyha egyszerre egy tojással keverjük össze. Zuty, azaz. Tojás. Mind a négy tojást beledolgozzuk, és utána adjuk hozzá a lisztet.
Na, kész is van. Nézzétek, milyen szép. De klassz. Gyönyörű. Ide nézzetek. Nagyon szép. Hát ilyen az amerikai piskóta tészta, a miénk az sokkal lágyabb, de mivel ebben magas a vajtartalom, ezért egy picit masszívabb. Na, ezt most lemérjük, és levesszük az egyharmadát. Majdnem egy kiló lett a tésztánk, akkor az egyharmad most lejön belőle, mert a kétharmada a tésztának ugye sárga lesz, az egyharmada pedig zöld. Na, itt van, kérem, szépen gyönyörűen elosztottuk, most jön a festés. Az egyik zöld lesz, ugye a kisebbik része, mint amilyen a mosogató szivacs, a tetején van egy zöld rész, ebbe öntsek ki festéket, összekeverjük és meglátjuk. Hát nem tudjuk mi se, hogy mennyi kell belőle, kísérletezünk. Jó. Tök jól néz ki! Pont ilyen zöld volt a koronavírus torta, amit egy hónapja vagy másfél készítettünk, az is ilyen klassz zöld volt. Na, a másik pedig sárga lesz. Ott a sárga. Hopp, mi történt? Konyhai baleset. Kicsit kijött. Mollika egy picit sárga lett, szegénykém, a ruhája is, a keze is. Itt is. Az asztal is kicsit sárga lett. Semmi baj. Lábad is sárga lett? Igen. Hú, szegénynek a lába is sárga lett, meg még a föld is sárga lett. Isteni, hát ez az, gyerekek, nem baj. Hát most egy kicsit ránk ömlik ez meg az. Hát ilyen a sütés, de ettől még ez élvezetes. Elmegyünk megmosakodni és folytatjuk. Na most jöhet a sárga végre. Ilyen kis balesetek után. Semmi baj, ez ezzel jár, gyereke. Most pedig ezt a szép bekevert szivacs alapot beletöltjük ide a tészta formába, és először ezt sütjük meg. Mehet a sütőbe. Már most is nagyon szép a süti, 20 percet sült, de még nem elég. Még adok neki 10 percet. Kész a sárga rész, gyönyörű szép. Két lyukacskát fúrtam bele, hogy megnézzem, megsült-e. Ha tisztán jön ki, amit beleszúrtok, akkor megsült. Na és most a piskóta próba, tudjátok, benyomom, visszaugrik. Benyomom, visszaugrik, akkor jó. Jelen állapotában úgy néz ki ez a tészta, mint egy ilyen tejszínes spenót, nem? Tök úgy néz ki, hogy itt kenegetem. Mehet a sütőbe a zöld réteg is. Látjátok, hogy mennyivel vékonyabb. Tehát épp csak a sütőforma alján van egy kevés. Most egy kicsit átalakítom a piskótát, hogy ez a szép sárga rész előjöjjön. Elővesszük ezt a jó kis tortakést, ami egy picit enyhén fogazott, és így leszedjük a tetejéről ezt a réteget, mert ez ugye nekünk nem kell. Nekünk csak ez a rétegkel. Hú, nézzétek, milyen szép! Tehát ezt a sült réteget a tetejéről így lazán leszedjük. Nem kell sokat leszedni belőle, csak ezt a réteget, látjátok? Ami így a tetején van. Ez most a sárga szivacsunk, erre jön majd a zöld réteg. Kész a második adag tészta is. Itt a sárga, itt a zöld. Na, ezt is kibontom. Na, de szép, ez lesz a teteje. És most megkérem Mollikát, hogy kenje be lekvárral. Egy ilyen cukormentes lekvárt választottunk, ezzel bekenjük ezt a felületet, és ráragasztjuk ezt a dörzsi részét a szivacsnak. Ez a lekvár igazából nyilván az íze is számít, hogy finom lesz tőle nagyon, viszont összeragasztja a két réteget, az a lényege. A piskóta, egy kicsit hűtöm itt a hűtőben, összeragadnak a rétegek, a hidegtől egy picit összeáll, és könnyebben lehet szeletelni. Lazán verjük fel a tojásfehérjét, mert ebből lesz ugye a mosogató hab. Gyakorlatilag azért kell egy picit forró víz felett megmelegíteni, mert hát hogy elpusztuljanak benne a baktériumok, tehát a nyers tojást nyilván nem esszük meg. De ez így elég is lesz, látjátok? Mert igazából ez pont már most úgy néz ki, mint a mosogató habja. Tehát nem kell keményre verni, persze nyilván nem muszáj ezt megenni vele, de ehető, hiszen tojás, de pont úgy néz ki, mint a mosogató hab. Na nézzük, az elsőt, a szélét levágom,
hogy milyen lett a mi kis szivacsunk. Ide nézzetek, de jól néz ki! Aszta! Lehetett volna kicsit sötétebb a teteje, de nagyon tetszik így is. Szóval az etalon szivacs az ekkora, megpróbálom így fölvágni. Itt bejelölöm. Na kérem, szeretettel! Nézzük az első szivacsot. Badabum! Ide nézzetek, de szép. Fú, de tök jó, ide nézzetek! És így néz ki a mi kis mosogató szivacsunk, ami ehető. Hát elkészültünk, gyerekek. Itt van. A mi kis mosogató szivacstortánk. Most nézzétek meg, hát nem tök ugyanolyan? Annyiban jobb a miénk, hogy ez az eredeti szivacshoz hasonlít jobban, ami sárga és zöld. Tök jó. És hát itt van még ugye a felvert tojás. Ez lesz ugye mindjárt a hab. Mindjárt összerendezzük a tányéron. Hát ugye minden szivacsra kell egy kis mosogató hab, nyilván. Jó, itt vagyok. Hát gyerekek, elkészült a mi mosogató szivacs süteményünk, itt van. Még rajta van a mosogató hab is. Tök jó. Én komolyan mondom, nem gondoltam. Tehát tudom, hogy mi Mollival tök jó párost alkotunk így a konyhában, mert Molly nagyon-nagyon sokat segít nekem, és a kreatív részéből is nagyon kiveszi a részét, de tényleg nem gondoltam, hogy ezt összehozzuk, pedig nem nehéz, láttátok, tökre nem nehéz. Csak az ember a legjobb indulata ellenére is néha elszúrja, vagy nem pont olyan lesz a piskóta, vagy nem olyan magas, vagy mit tudom én, szóval egy csomó dolog elromolhat menet közben, de ez nem romlott el. Egy mosogató szivacs süti, tessék. És pont nagyon olyan. Hasonlít. Pont olyan. A piskóta, meg ez a sima része a szivacsnak pont ugyanolyan. Tiszta, klassz ez a dörzsi része itt a tetején. Ha sokáig kint hagyjátok a konyhapulton, picit meg is szárad, úgyhogy még jobban fog hasonlítani a dörzsire. Na szóval gyerekek, megint most mit szeretnénk mondani? Azt, amit a múltkor a koronavírus tortánál is például, hogy tessék egy kicsit játszani, játékosabbnak lenni. Attól ez még egy finom étel, és el lehet fogyasztani, csak előtte játszottunk egy picit, semmi pazarlás, játszottunk egy picit, és utána elfogyasztja az egész család. És mennyivel nagyobb öröm egy mosogató szivacs, koronavírus formájú tortát tenni, hát most nem. Na, próbáljátok ki, ha gondoljátok. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok.